Sziasztok, üdv újra a csatornámon! A mai videóban lesznek cipők, tűsarkú cipők, kövekkel, színes, és mindenféle nagyon csajos dolog. Lesz még csizma, szintén tűsarkú, hegyes orrú, hosszú szárú, fehér, barna, lesz kék tűsarkú cipő. Nagyon szeretem a kéket. Lesz ezen kívül öv, hám, baseball sapka, és talán még egy parfümöt is mutatok. Szóval ez egy haul videó lesz. Az elmúlt időszak szerzeményeit szeretném veletek megosztani nagy örömmel. Lesz közte New Bella, lesz közte vintage szerzemény, lesz Avon, Sinsay, és azt hiszem most hirtelen ennyi. A videónak lesz majd folytatása, mert hogy lesz egy ugyanilyen ruhás videó is, ahol szintén a vintage, Sinsay, Pull&Bear és ilyen szerzeményeimet fogom veletek megosztani, de mivel nagyon sok termék van, ugye most megint sok hónap eltelt a legutóbbi ilyen típusú videó óta, ráadásul azóta elkezdtem Vintidelni, nincs ilyen szó, de tehát, hogy regisztráltam a Vintidre, és elég sok mindent eladtam, és ha már eladtam elég sok mindent, akkor nyilván vettem is sok mindent ott házon belül. A lényeg az, hogy a mai videó hol videó lesz termékekkel, főleg cipőkkel, csizmákkal, ha ez érdekel, akkor tarts velem! Mielőtt rátérnék a vintage szerzeményeimre, mutatnék pár gyöngyszemet, melyeket a New Bella webshoptól rendeltem. Szerettem volna egy pár olyan elegánsabb cipőt, amit egyrészt, hogyha nyáron megyek esküvőre, oda fel tudok venni, másrészt pedig elegáns, de kényelmes, tehát ilyen hétköznapra is fel tudom menni, mert nem ilyen extra magas sarkú. Most tudni kell, hogy nekem eléggé pici lábam van, 35-ös, 35 és feles, és ráadásul elég lapos is, tehát hogy a legtöbb ilyen hegyes orrú magas sarkú cipő, amit én felpróbálok, az az én pici lábamon vagy nem kapok, mert 6-ostól indulnak sokszor, ha pedig kapok 5-öst, akkor azok általában túl magas sarkúak, és mivel nekem bici a lábam, nem tudom, akinek kicsi lába van, a szerintem ért, hogy miről beszélek, sokkal kényelmetlenebb nekem mondjuk egy 9 centis sarkú cipő, mint mondjuk egy 37-es vagy egy 38-as lábon, mert ugye ott nagyobb felületen, vagy hosszabb felületen van ez a dőlésszög, és ezért nem olyan meredek. Értitek, mire gondolok? A lényeg az, hogy nekem a 6 centi az, ami mondjuk kényelmes, de az a 6 centi is sokat számít, mondjuk egy nem túl magas lánynak. Én személy szerint 163 centi vagyok, tehát én nem tartom magam nagyon alacsonynak, de magas se vagyok, szóval az a 6 centi az pont elfér. És nagyon megörültem, amikor a New Bella webshop megkeresett, hogy szeretnének küldeni pár cipőt, és hogy szeretnék ezt megmutatnám nektek. Ki fogom írni egyébként a weboldalnak az elérhetőségét, és az infoboxba is meg fogjátok találni. Nagyon szép cipőket lehet ott találni, és mondom, ami külön megtetszett, hogy hordható, kényelmes, de elegáns cipőket, és vannak 35-ös cipők. Egyébként nagyon sokfajta divatos cipőt találtak a New Bella, shopnewbella.com webshopban. Van a sportostól kezdve a hétköznapi, elegáns, akár szexi daraboktól kezdve mindenféle típust és stílust megtaláltok, sőt vannak gyerekcipők is, márkákkal is együttműködnek, világmárkákkal, például a Champion márkától is találtok ott cipőket, és mindenféle méretben külföldről jönnek, GLS vagy DPD hozza, körülbelül egy hét alatt Magyarországon vannak a cipők, van trekkingkód, szóval, hogyha megtetszik valami, akkor nyilván látjátok, hogy a megrendelésetek éppen hol jár. Na de akkor térjünk rá arra, hogy én miket választottam. Mondom, ezúttal inkább elegáns darabokat szerettem volna beszerezni. Menjünk sorba. Az első, ez a köves, hát úgy köves, hegyesorú, elegáns, kicsit ilyen szaténos szövet felső része van, nagy csattos az eleje, ugye ilyen pántos, gumírozott itt ez a rész, kényelmes viselni, és ami ugye nekem igazán megtetszett, azon kívül, hogy hegyesorú, és én nagyon szeretem a hegyesorú cipőket, nekem nagy kedvencem, a csizmáim legtöbbje is hegyesorú, hogy nem túl magas a sarka. Én egy ilyen 6 centire tippelek, ez pont az a magasság, amiben én kényelmesen tudok sétálgatni, tehát simán bemegyek ezzel a munkahelyemre, és hosszasan tudok Budapest utcáin is sétálni, ha arra van szükség. Nyilván hegyet mászni nem ebbe indulnék el, de
egy 9 centisben el sem indulnék itthonról. Tehát az maximum beülök az autóba, meg kiszállok egy étteremnél a férjemmel, Valentin napon típusú cipő. Na, ez olyan, amivel én simán megyek bárhova, és tudok benne sétálni a legtöbbféle járdán és úton, úgyhogy nekem nagyon tetszik. Egyszer volt rajtam, és teljesen jó volt, kényelmes volt, működött. Egyébként ilyen párnázott a belseje, tehát puha a belseje, bár annyira nem is magas, hogy ez kényelmetlen lenne hosszú távon. És mivel ez nagyon megtetszett, ebből rendeltem egy feketét is. Igazából nem tudtam dönteni, hogy melyiket tudnám jobban kihasználni. Szerintem a bézs és a fekete szín az a két szín cipőben, amit kb. Mindenhez fel tudsz venni. Tehát minden típusú ruhához és nadrághoz akkor van cipőd. Ugyanaz, tehát ugyanazt tudom elmondani, ugyanúgy gumírozott, ugyanakkor a sarka, ugyanolyan ilyen szaténos felső része van, párnázott a belseje, és kényelmes, és szerintem elég dögös, meg elég vagány. Pontosabban a dögös nem is ez, hanem akkor mutatom, hogy melyik a dögös. A harmadik cipő, amit beszereztem a Shop New Bella webshoptól, az ez a kis cukiság. Na, ez az a cipő, amivel beszállsz az autóba férjeddel Valentin napon, elvisz egy étterembe, kiszállsz az autóból, belekarolsz, elsétálsz az étterem bejáratáig, leülsz, megvacsorázol, majd visszasétálsz és hazajössz. Ez az a cipő. Megjegyzem, mivel platformos, ezért ennyire azért nem tűnik magasnak felvéve, de nekem pici a lábam, tudjátok, előbb elmondtam. Szóval ebben nem indulnék el dolgozni, nem csak azért nem, mert nem annyira illik egy munkahelyre, hanem azért sem, mert nem nagyon mernék benne bátran sétálni mondjuk egy macskaköves úton, de egyébként elég kényelmes. Tehát, hogy ennek is párnázott a belseje, ugye szépen tart a bokánál, és jó a talp kialakítása, tehát szépen felfekszik benne a lábam, de azért ilyen magas sarkúban én félek. Egy kicsit. Ezt meg akartam nézni, tehát szerettem volna egy ilyen extra platformos magas sarkút. Még nem tudom, hogy hova veszem fel. Tehát szerintem egyébként egy esküvőre felvenném, de mindenképp vinnék váltáscipőt. De mondjuk nekem van egy-két olyan nadrágom, ami ilyen bőszáron nadrág, és elég hosszú, tehát földig ér, tehát lehet, hogy azokhoz mondjuk jó lehet, meg mondjuk jó lehet szerintem egy hosszú ruhához is, mondjuk egy elegáns ruhához, ami szintén földig ér, hogyha picik vagytok, és szeretnétek magatokon magasítani jelentősen, mondjuk egy ilyen 12 centit, akkor ez szerintem jó választás. De azért ilyen sok kilométer nincs ebben a cipőben, szerintem pici lábuként mondom. Lehet, hogy egy 37-es lábú lány, aki hozzá van szokva az ilyen extra magas sarkukhoz, az mondjuk egy egész éjszakát simán végigbuliz egy ilyenben, én nem vagyok ez a lány, de ez lesz rajtam, ezt tuti, mert egyébként meg nagyon tetszik a cipő. Jó. Szóval ezek voltak a New Bella szerzeményeim. Csekkoljátok le a weboldalt, van hozzá egy kuponkódom, kiírom a képernyőre, de be fogom tenni az infoboxba is, meg a linkeket is. Nézzetek fel a webshopba, vannak táskák is. Érdemes megkokkantani. Jó! Menjünk tovább, Vinted szerzemények következnek. A Vintedre valamikor szerintem még tényleg regisztráltam, szóval az első pár szerzeményem az csizma volt. Szerintem menjünk sorba. A legelső egy világos, bézses, barna csizma. Szóval, ő volt szerintem az első vásárlásaim egyike. Tetszett a színe, tehát tetszett ez a ilyen fahéj, vagy ilyen hideg, bézses, barnás szín. Tetszett, hogy hegyes orrú. Tetszett, hogy ilyen jó masszív sarka van, de azért emel rajtam. És úgy a képek alapján kényelmesnek tűnt. Én azt szeretem, ha egy csizma térdig ér, mert egy picit görbe az alsó lábszáram, meg egy picit vastag a térdem, szóval nekem optikailag azok néznek ki jól a lábamon. Kényelmes a csizma, pont jó volt méretben, ja, és ezt nem mondtam, hogy címkés volt a csizma, tehát, hogy a lány, aki megvette ő rajta, nem volt egyszer se, lehet, hogy rendelte, nem lett jó méretben. Nagyon sok címkés új terméket találtak a Vintedben egyébként. Valami 8000 valamennyi, 8900-ért vettem, ha jól emlékszem, szállítással együtt, úgyhogy Lengyelországból jött, tehát a szállítás önmagában volt, nem tudom, 1600-700 forint, tehát ilyen 7000 valamennyi körül volt az ára a csizmának, és nagyon szeretem. Nagyon szeretem, nagyon kényelmes, semmi extra, tehát egy műbe csizmáról beszélünk, egyébként Reserved márkájú, 30, azt hiszem, hogy 5-ös
méret, igen, 35-ös méret, és így néz ki, volt már rajtam egyébként ilyen Insta videóval, láthattátok rajtam, meg többször volt rajtam télen, abszolút bevált, nagyon szeretem. A következő csizma szintén a Vintedről, az egy Pull & Bear márkájú csizma, ez egy használt csizma volt, most meg már duplán használt, róla beszélek. Ez nem cipzáros, tehát ez egy belebújós csizma, tehát pont jó a lábszáramra igazából. Tetszett szintén, hogy hegyesebb az orra, nekem nincs sötét barna csizmám, szerettem volna beszerezni egyet. A sarok pont az a méret, amiben nagyon kényelmesen lehet sokat sétálni, ez is 35-ös. Nem emlékszem pontosan mennyi volt, de ez is valami 5-6 ezer forint körül, mindjárt megnézem, és tökéletesen jó, mondom 35-ös, ez egy picit kopottabb, nem mutatom meg a talpát, mert koszos, de nincs semmi baja egyébként, és mint említettem, belebújós, tökéletes állapotban van, volt már rajtam többször, és egyébként akkor ide kapcsolódva megmutatok egy övet, semmi extra, egy sima barna öv, amit a színszébe vettem, körülbelül 900 forintra volt leárazva, vagy 1500-re, vagy tehát, hogy nem volt 2000 forint, ez biztos. És mikor megláttam, akkor úgy voltam vele, hogy hát akkor ő jön velem, és jó kis páros lesznek ők így együtt. Csizma és övecske a színszéből. A következő még mindig egy csizma, én imádom a csizmákat, tehát, hogy én egész ősztől tavasz végéig, de még így májusban egy esős időn is simán felveszek csizmát, nem érdekel, hogy május van, én nagyon szeretem. Egy Zara csizmát szereztem be a Vintiden. Na szóval, ő már egy kicsit komolyabb játékos, hosszú szárú, tört fehér, kicsit ilyen anyagában mintás, hegyes orrú, tűsarkú, bőszárú csizma a Zarából. Ugye a belseje és ilyen világos krémszínű, a sarka én azt gondolom, hogy ilyen szintén ilyen 6 centi, 5 centi körül van, nagyon kényelmes. Ez 36-os, de ilyen jó kis puha, bélelt belseje van, tehát egy vastag zoknival jó rám. Gergő azt mondta, hogy szerinte körülbelül olyan, mint a 4 számmal nagyobbnak tűnne benne a lábam. Szóval végül is jó, hogy nem 38-as, már akkor nem tudom, 42-esnek tűnne. Így szerintem nem olyan vészes ez a méret. Ami engem egy picit, hát még az is túlzás, hogy azt mondom, hogy zavar, de még szoknom kell, hogy ez, meg eldöntenem, hogy ez jó vagy nem, hogy ugye elég bőszára van. Ezek most divatosak, ezek a nagyon bőszárú csizmák, és én például felvettem egy ilyen világos, hosszú, jó tavaszi ruhácskával, egy ilyen majdhogy nem fodros ruhácskával, és szerintem jól nézett ki. Még gondolkodom, hogy megtartsam. Egyszer vagy kétszer volt rajtam. Egyébként megjegyzem, hogy valami 4000 forintért vettem, és ennek a bolti ára pedig valami 30000 forint körül volt, mikor a Zarában ezt árulták, már biztos nem kapható, csak rákerestem direkt Amazonon. És szerintem megtartom, még barátkozom ezzel, hogy ennyire bőszáru, de egyébként meg nagyon tetszik, és nagyon tetszik a szín, meg az is, hogy hegyes orrú. Jó! Jön egy cipellő a Vintedről, ami olyan kék, mint a felső, ami rajtam van. Királykék? Talán ez a királykék, bár nem vagyok benne biztos. Cipellő. Na, ő már nem az a magasság, amivel úgy nagyon nekiindulnék hosszabb sétáknak, tehát ez szerintem egy ilyen 9 centi. Kényelmes a cipő egyébként, tehát tök jól felfekszik benne a lábam, ilyennek is ilyen köves az orra. Úgy vettem észre, de nem vagyok nagyon hozzáértő, hogy most divatosak az olyan típusú cipők, amelyeken van valami köves rész itt az orrán. Divatosabb az, ami a New Bellától van, tehát aminek ilyen pántos a hátsó része, mint ezek a zártak, de szerintem talán ezzel sem leszek ciki, ha felveszem. Ez is alig hordott, tehát konkrétan a belseje tökéletes állapotban van, semmi kopás nincs. Szerintem az előző tulajdonosán talán egyszer, ha lehetett, vagy kétszer. Nekem nagyon megtetszett a színe. Szerintem az a típusú cipő, amiben egyébként biztosan tudsz járni, tehát ilyen elég jól fekszik benne a láb, jól tartja a lábat. Nyilván
viszonylag, tehát hogy értsétek jól, és tudsz benne úgy sétálni, de azért egy idő után már megfájdul benne, mivel ennyire magas a sarka. De mondom, biztos van egy olyan 38-as lábú nő, aki ilyenekben él és teljesen jól működik, én nem, de ezt fel fogom menni szintén majd szerintem egy ilyen Gergővel autós programhoz. Nem sokat sétálós programhoz fel fogom menni, mert egyébként meg nagyon tetszik, szerintem különleges, hogy ilyen kék, különleges ez a csatos rész az orrán, valami egyébként még egy zöld szethez is el tudom képzelni. Arra szerintem arra érdemes figyelni az ilyen színes cipőknél, hogy mondjuk a táska stimmeljen, vagy legyen rajtad még egy olyan kiegészítő vagy ruhadarab, ami színben stimmel, és azon kívül csak egy színt használj. Én legalábbis így stylingolnám, tudom, nincs ilyen szó, de hogy így viselném ezt a kék cipőt, hogy vagy hozzá monokróm szettet vennék fel, és mondjuk egy kék táskát, vagy mondjuk egy nagy kék fülbevalót, vagy mondjuk egy ilyen kék felsőt, és hozzá mondjuk, nem tudom, bézs nadrágot, fehér nadrágot, mondjuk egy fehér nadrággal ezzel a kék felsővel, ez a cipő, egy fehér táska, szerintem ez így tök jól néz neki együtt. Ő se volt drága, tehát fú, ez szerintem nagyon olcsó volt ez a cipő, ez is valami 1500-2000-2500 forint. Gombok szinte, és fel fogom menni. Jó, az utolsó cipellő az a Hádából van, azt szintén azzal a gondolattal vásároltam meg, hogy ebben be tudok menni dolgozni, tudok benne sétálni, de mégis elegáns és csinos. Róla van szó, ő egy ilyen törpe sarkú, hegyes orrú, pici, fehér, szintén pántos, magas sarkú Hádából van, ő egy pici drágább volt egyébként, meg eleve azt gondolom, hogy a Háda azért már annyira nem olcsó, mint régen, ki lehet fogni jó dolgokat. Tehát én beszoktam menni mai napig a Hádába, bár egyre ritkábban, mert nincs a környékünkön sajnos, és figyelek arra, hogyha látok valami márkás dolgot, ami tudom, hogy még évekig jó lesz, mert jó minőség, azokat be lehet szerezni jó áron. Ez nem tudom milyen márka egyébként, azon belírva, hogy TU, ez lehet, hogy valami ismert márka külföldön, 35-ös, pont jó volt méretben, tetszik, hogy fehér, tetszik, hogy hegyes orrú, tetszik, hogy pici sarka van, tehát ebben szépen tudok majd sétafikálni Budapest utcáin, vagy akár itt Halásztelken is, bár itt nem szoktam, és nem volt túl drága, hát viszonylag milyen 7000 forint körül szereztem be, egyébként tökéletes állapotban van, egy nagyon pici kopás van itt a talpán, látjátok. Jó, beszereztem Vintiden egy hámot, tudom, ez kicsit viccesen hangzik, de nagyon jól néz ki felvéve, nekem nagyon tetszik, picit szexi, igen, beindítja a piszkos fantáziát, igen. Én legutóbb egy bőrhatású barna felsővel ingel vettem fel. Konkrétan is egy bőrhatású nadrággal, meg bakancsal, és szerintem egyszerre volt szexi és vagány. Azért vettem egyébként ezt a hámot, és ez is egyébként nem volt használva, tehát teljesen új volt, amikor megvettem, szintén valami 3000 forintért sikerült beszerezni Vintidről. A márkáját azt nem tudom, mert nincs benne semmi. De egyébként még azt sem tartom kizártnak, hogy bőr. Mert hogy annyira jó minőségnek tűnik, lehet, hogy bőr, fogalmam sincs. Azért szereztem be, mert én szeretem hangsúlyozni a derekamat, és szeretem ezeket az oversizingeket, és szerintem ezeken nagyon jól mutat egy ilyen hám, vagy egy ilyen vastagabb öv is. Ez volt a gondolat mögötte. Jó, beszereztem egy baseball sapkát a Vintire, és ez lesz az utolsó előtti termék. Egy sima, fehér Adidas baseball sapka, nem volt. Itt leukoplaszt van beleragasztva, hogy a homlokomon az alapozó ne fogja be a fehér baseball sapkát. Lifehack. Szóval Adidas fehér baseball sapka, nekem van egy fehér Adidas cipőm, együtt nagyon jól néznek ki, de egyébként is szerettem volna egy fehér baseball sapkát, én nagyon szeretem a baseball sapkákat, eleve egyre jobban szeretem az ilyen sportos szetteket, sportos darabokat, és hát amikor az embernek nincs kedve haját mosni, és olyan haja, akkor ez életmentő lehet. Egy nagyon picit nagy méretben, de hogyha így jól megszorítom, ugye állítható a itt hátul, akkor szerintem így, akkor szerintem jól néz ki. Ennyi. A következő szerzeményem egy Puma cipő, szintén a Vintidről.
róla van szó. Ő egy ilyen platformos sneaker igazából, nagyon divatosak most ezek, és nekem vannak sportcipőim, de szerettem volna egy olyan sneakert, nem tudom, milyennek a magyar megfelelője, amit akár ruhához vagy szoknyához is fel tudok venni, és kevésbé kontrasztos. És most azt látom, hogy ezeket a sneakereket kb. Bármihez fel lehet venni, tehát ruhához, szoknyához, stretch nadrághoz, farmerhez, bőnadrághoz, elegáns nadrághoz, bármihez felveheted, pláne ha fehér. Tehát egy fehér sneaker, az szerintem ilyen Jolly Joker cipő a mostani divat szerint, és nagyon kényelmes is. Úgyhogy egy ilyen pumát szereztem be, ez alig használt volt, tehát szinte tökéletes állapotban van, nyilván egyből kimostam mosógépben, és azt hiszem, hogy körülbelül ilyen 7-8 ezer forint körül vettem, a bolti ára ezeknek ilyen 20 egyébként, úgyhogy szerintem elég jó vétel volt, mondom, jó állapotban van, fehér sneaker, volt már rajtam sokszor, és még lesz is, nagyon kényelmes egyébként, és 35 és feles a méret. Tökéletesen jó. Jó. Oké. Szóval, szerettem volna egy világos táskát nyárra, de nem akartam most sok-sok pénzt kifizetni egy világos táskára, vagy táskáért, pláne, hogy azért én itt két gyerekkel hozom, viszem őket oviba, oviból, minden szokott lenni az én táskáimban, tehát a túróluditól kezdve, csomagolás nélkül, a kavicsokon át, az ágyneműn keresztül, játékok, szendvics maradék, és amit el tudtok képzelni, kulacs, minden van általában a táskámban. Ezért nem akartam ilyen nagyon komoly darabot beszerezni, mert mondom, szét fogom nyúzni egy nyár alatt, tapasztalat, de azért szerettem volna, ha valami azért szebb, meg talán még márkás is, mondom, akkor nézelődök a Vinted-en, hát, hogy találok jó áron valamit. És találtam egy Guess táskát, nem mondom, hogy a Guess a kedvenc márkáim közé tartozik, de azért mégis egy márkás táska, tehát, hogy valamennyire strapabíró, és őt szereztem be, nem a legújabb divat szerinti világos táska ez, de valami 6000 forintért vettem, és egyébként meg hibátlan állapotú, szinte új táska, tökéletesen néz ki belőle, most azt ne nézzétek, hogy benne van a zsepim, meg az instant kávém, de semmi koszorodás, semmi hiba nincs a táskán, és valami 6000 forintért vettem, úgyhogy szerintem ez is jó vétel volt. Oké, itt a vége a videónak. Ezeket szerettem volna megmutatni nektek. Említettem, hogy lesz ennek a videónak folytatása, ahol azokat a szerzeményeket fogom megmutatni, ami csak ruha. Tehát ing, szoknya, nadrág, blézer, zakó, kabát, csak ruha. Főleg vintage szerzemények. Ebből is lesz egy videó hamarosan. De most itt csak cipők voltak, csizmák, kiegészítők. Remélem, hogy tetszett. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek, akkor örülnék, ha feliratkoznátok a csatornára, vagyunk már egy páran, tök jó lenne, ha még többen lennénk. Minden linket, amit említettem, megtaláltok az infoboxban, kuponkódot is megtaláljátok a New Bella cipőköz, de ugye ki is írtam. És zárom soraim, hamarosan ismét jelentkezem az ígért videóval, addig is vigyázzatok magatokra, puszilok mindenkit, sziasztok!